Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják május 22-én, pénteken este 7 órakor. Már is mutatjuk főbb híreinket egy-egy mondatban. Lezárult a Slow Food Central Europe helyi termékek fogyasztására ösztönző projekt. Hétfőtől lehet jelentkezni a Hírös Agóra nyári táboraira, május 25-én indul a beiratkozás, de információt már az Agóra honlapján és közösségi oldalán is lehet találni. Újraindul hétfőtől valamennyi fekvőbeteg ellátása a Báskiskun megyei oktatókórházban. Május végén lezárul a Slow Food Central Europe projekt, amelyben Kecskemét négy másik közép-európai várossal együtt vesz részt. Az önkormányzatok célja az elmúlt 2,5 évben az volt, hogy a helyi termelők kézművesek portékáit bemutatva, minél többeket megnyerjenek a lassú élet kultúrájának, alternatívát kínálva arra a rohanó egészségtelen életmódra, amely a gyorséttermi fogyasztás köré kiépült. Bár ez a konkrét program nem sokára befejeződik, a Bodai utcán kialakított termelői kispiac megmarad, és mától újra várja a látogatókat minden hónap utolsó péntekén. Emellett a város egy új, hasonló célú pályázata is készülőben van. Ez egy félbarna lisztet ad, enyhén korpázott. De hova tűnik a többi korpa? A kenyérkészítés rejtelmeibe avatja be az érdeklődőket Király Roland pékmester a Bodai utcai Slow Food termelői piacon. Ahogy mutatja is, a többi korpa különböző szita rendszereken megy át, és háromfelé választva gyűlik egy tárolóba. Lát egy finom korpát, ha ezt visszarakjuk ebbe a lisztbe, ami egy félbarna, akkor azt hívjuk teljes kiöllésű lisztnek. Ezt a korpát, ha beletesszük, ezt már nem szabad beletenni, de még dekorba be lehetne rakni. Ezt a durvát itt, ezt már semmibe nem rakjuk be, ezt csak az állatoknak adjuk oda. A látványos bemutatók, kóstolók és a hangulatos élőzene állandó kísérői a minden hónap utolsó péntekén kitelepülő Slow Food piacnak, ahol Kecskemét és környékének gazdálkodói, kézművesei kínálják portékáikat. Bár a koronavírus járvány miatt áprilisban a rendezvény szünetelt, mától újra találkozhatunk kedvenc termelőinkkel a Bodai utcán. A projektnek a célja, ha a nevéből akarunk kiindulni, akkor az volt, hogy a fast fooddal szemben próbáljunk egy alternatívát felmutatni. Ugye a fast food, ami reprezentálja a rohanó életmódnak mindenféle vonatkozását. Kecskemét négy másik közép-európai várossal együtt vesz részt a Slow Food Central Europe projektben, amely május végén lezárul. A termelői piac azonban megmarad, és az önkormányzat új lehetőségeket is megragad a folytatásra. Mi szeretnénk ezt tovább folytatni. Most van készülőben egy következő olyan pályázat, amiben remélem, hogy elfogadják majd a jelentkezést ennek a projektnek. Másokkal együttműködő egyébként, itt megemlítem a Bajai Kiváló Bácska Termék programot, ami sok évre tekint vissza az iparkamara szervezésében. És hát ezekből én azt gondolom, hogy csak jó dolgok születhetnek. Gál József egy hármas fogalomkörrel jellemezte a programot: érték, hagyomány és egészség. Az alpolgármester szerint sikerült bemutatni, hogy Kecskemét és térsége bővelkedik olyan termelőkben, akik a hagyományokból táplálkoznak és értékeket közvetítenek. Nem csak egy másfajta egészségesebb életmód kialakításában segít, ha helyi termelőktől vásárolunk, de biztosak lehetünk abban is, hogy minőségi élelmiszer kerül az asztalunkra. Nem beszélve arról a járulékos haszonról, hogy ökológiai lábnyomunk is csökken, hiszen nem kell hosszú, légszennyező utat megtennie az ételnek az otthonunkig. Ha kilátogat ide az ember, akkor itt a termékhez kötődik az arc. Ami szerintem nagyon fontos, mert ez teszi hitelessé a terméket, hogy én nem azért jövök, hogy borsót vegyek, hanem én a Kati néninek a borsóját veszem, és tudom, hogy ez a borsó honnan származik. A Kati nénivel tudok beszélgetni, ő el tudja nekem azt mondani, hogy ő azt hogy szokta termelni. Kolek Andrea elmondta, hogy a járvány egyik szerencsétlen folyománya, hogy éppen márciusban látogattak volna Kecskemétre a projektben résztvevő városok delegációi, akik számára nem csak a piacot, de a termelői gazdaságokat is meg tudták volna mutatni. Az igazgató reméli, hogy be tudják majd pótolni az elmaradt találkozót. Hétfőtől lehet jelentkezni a Hírős Agóra nyári táboraira. Május 25-én indul a beiratkozás, de információt már az Agóra honlapján és közösségi oldalán is lehet találni.
A Kulturális és Ifjúsági Központ munkatársai nyaranta 100 körüli tábort szerveznek, így mintegy 1000 családnak könnyítik meg az életét, és közel 2000 gyerek számára teszik kalandossá a szünidőt. A meghirdetett nyári táborok döntő többségét megtartja a Hírös Agora Kulturális és Ifjúsági Központ. Május 25-től, vagyis hétfőtől 90 program lehetőség közül választhatnak a szülők és gyerekek. Az eredeti ajánlatok közül csupán 6-7 tábort nem tudnak megtartani a szervezők. A Nemzeti Népegészségügyi Központ előírásai között az alapos kézmosás, a rendszeres fertőtlenítés és a távolságtartás betartása is szerepel. Ilyen kritériumoknak kell megfelelni, hogy egészségesnek kell lenni, igazolással bizonyítani, mind a táborvezető, tábort segítő kollégák részéről, de még a portás részéről is, aki fogadja a kapuban a gyerekeket, és hát nyilván a szülők nyilatkozata, hogy a gyermekük egészséges. Most ezen alapszik minden, a bizalmon. Nehezebb tehát ebben az évben a szervezés, viszont a létszámkorlátozás és kötelező maszkviselet nem nehezíti a táborok szervezését és lebonyolítását. A gyerekeket úgynevezett, így írja elő a Népegészségügyi Központ, egy oktatásban, egy egészség megtartó, az egészséget védő oktatásban is kell részesítenünk, ugyanúgy, ahogy korábban majd, vagy ezt megelőzően a táboroknak a foglalkoztató vezetőit, a foglalkozás vezetőket, a külsősöket hívunk. Tehát mindenkit fel kell arra készíteni, hogy védekeznünk kell. A tervekkel ellentétben nem tartják meg a Parádfürdőre tervezett táborokat, viszont a Kecskemét Táncegyüttes kerekegyházi programjaira lehet majd jelentkezni. A helyszínek bejáratánál minden esetben zsilipes beengedő rendszer működik majd, tehát a szülők nem léphetnek be az épületbe. A táborvezetőkkel és szervezőkkel e-mailben vagy telefonon tudnak kapcsolatot tartani. Újraindul hétfőtől valamennyi fekvőbeteg ellátás a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban. Szintén május 25-től fokozatosan megkezdődnek a fekvőbeteg szakellátásban az elektív tervezett beavatkozások. Hétfőtől újraindul valamennyi fekvőbeteg ellátás, és elvégezhetik a tervezett elektív beavatkozásokat is a Bács-Kiskun megyei kórházban. Mindezek a megfelelő járványügyi vészhelyzetben előírt szabályoknak és védekezéseknek megfelelően történnek, derült ki az intézmény közleményéből. A kúraszerű ellátások és egynapos beavatkozások, illetve egynapos sebészeti ellátás is fokozatosan újraindul. Minden egynapos sebészeti ellátás előtt a betegfelvételkor a beavatkozás napján általános előszűrés történik. A magas kockázattal járó műtétek és beavatkozások elvégzéséhez negatív PCR-teszt szükséges, amelyre a szakorvosad beutalót és időpontot. A tesztet a műtét vagy beavatkozás előtt maximum 4 nappal el kell végezni. Minden egyéb nem magas kockázatú beavatkozások és műtétek előtt, illetve osztályos akut fekvőbeteg felvétel előtt a betegfelvételkor általános előszűrés, illetve koronavírus gyors teszt elvégzése kötelező. Május 25-től a koronavírus gyanús betegek ellátását a sürgősségi betegellátó osztály végzi az erre a célra elkülönített bőrgondozó intézetben. A kórházi ellátást igénylő pozitív koronavírus tesztes eseteket Kiskunhalasra szállítják. Hétfőtől a zárófertőtlenítést követően megkezdődik a fekvőbeteg osztályok eredeti helyre történő visszaköltözése. A bőrgondozó intézet eddigi bőrgyógyászati rendelései a továbbiakban a rendelőintézet erre kijelölt helyiségeiben lesznek. A látogatási tilalom még érvényben marad a fekvőbeteg osztályokon. A részletes tájékoztatót megtalálják a www.kmk.hu oldalon. Ne feledjék, hogy hétfőtől változik a helyi autóbusz menetrend. Munkanapokon tanszüneti munkanap szerint, szombatonként szabadnap szerint, vasárnap és ünnepnapokon pedig munkaszüneti nap szerint közlekednek a Kecskeméti Közlekedési Központ járatai. Arról, hogy egészen pontosan milyen változások lesznek az egyes autóbuszvonalakon, minden információt megtalálnak online hírportálunkon, a hiros.hu-n.
Kagylóból készült kanalak, kemencék és többféle fémtárgy is előkerült Solton, ahol a Katona József Múzeum régészei már május eleje óta kutatnak egy több ezer négyzetméteres lelőhelyet. Mindezek mellett a város 11. századig visszavezethető története és egy őskőkori település emléke is feltárult a régészek előtt. Jelenleg egy középkori pince mellett állunk. Gyakorlatilag a pincének a szerkezetében jól látszik, hogy itt előttünk van egy bejárati rész, ott a falban meg lehet figyelni ilyen lépcsőnek a nyomát, egy kis szögletesen ott abban a betöltésben. A létegződés tetején ugye van egy nagyon szép ilyen omladékos, sárgás, vöröses sáv, ez a fölötte lévő épületnek a leégésére utal. Wilhelm Gábor, a Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti osztályvezetője az ezer éves Solt városát mutatja be éppen. A település belvárosában nemrég kezdődött meg a városi sportcsarnok építése, melynek első lépéseként május elején indult el a 3000 négyzetméteres ásatás. A régész elmondta, hogy Solton az évszázadok alatt egymásra épülve újabb és újabb kultúrrétegek jöttek létre. A csaknem 2 méteres rétegsor kezdete több mint 6000 évre nyúlik vissza az időben. A mélyben egy őskori település is meghúzódik, erre rétegződtek a további korszakok emlékei. 14. század, 13. századot megelőző időszakból is nagyon-nagyon sok mindent találtunk, tehát Solt települése, mint ahogy sejtettük, már a korai Árpád kortól kezdve biztosan lakott hely. Úgy is mondhatnám, hogy Szent István király uralkodás alatt itt már biztosan laktak. A legidősebb település a késő neolitikus korai részkori lengyeli kultúra nyomait viseli. A leletek, az eddig előkerült díszített kerámiák és pattintott kőeszközök, pengék nagy meglepetést okoztak a régészeknek. Solt város területéről, hát ez az egyik legkorábbi bizonyíték az emberi megtelepedésnek. Hát nagyjából ilyen 6400-6300 éves minimum ez a település részlet, ami most napvilágra került. A feltárás során előkerültek már pénzérmék, melyek közül a legtöbb a 16-17. Századból származik. Különféle üvveretek, vaseszközök, egy nagyjából az 1500-as években készült díszes, öntött bronzkésnyél, valamint egy angol és egy sziléziai posztóplomba is. Gyakorlatilag le van kopva. Tehát ezt a kagylót használták, méghozzá nagyon praktikusan használták, egy fapálcába kicsit bevágtak, azt rárakták, és a fapálca ugye nyílként szolgál, és ez a kagyló kanálként. A múzeum munkatársai a kagylóból készített kanalak mellett találtak övhöz tartozó míves csontveretet és szívéget is, de előkerült halászháló tartozék, valamint kececsont is. Az emlékek kultúrrétegeiben továbbá több égési szintet is meg lehetett figyelni, ami a város többszöri pusztulására utalhat. Egy nap alatt megtalálták és lefoglalták azt a lopott személyautót, amit a kecskeméti vasútállomás parkolójából lopott el kedden este egy 21 éves férfi. A kecskeméti rendőrök beazonosították és kihallgatták az elkövetőt. Május 19-én este egy ismeretlen személy a kecskeméti vasútállomás parkolójában beszállt egy 59 éves férfi nyitott személyautójába és átkutatta. A kesztyűtartóban megtalálta a pótkulcsot és azt használva lopta el a járművet. A tulajdonos azonnal bejelentést tett a rendőrségen. Egy napos nyomozás után a rendőrök a megyeszékhely tanyavilágában egy földúton találták meg a feltételezett elkövetőt, miközben ő éppen próbálta mozgásra bírni az eltulajdonított Mercedest, ugyanis időközben kifogyott belőle a benzin. A nyomozók a járművet lefoglalták, a gyanúsítottat pedig lopásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. A 21 éves férfi beismerő vallomást tett, ő az eljárás során szabadlábon védekezhet. Elvették a Waldorf nevet a Szarkási Mihály kertje kecskeméti Waldorf óvoda általános iskolától. A Magyar Waldorf Szövetség azután vizsgálta felül a névhasználatot, miután tavaly márciusban az iskola fenntartója, a Gyermekekért Kecskeméti Waldorf Egyesület az igazgatót és több tanárt azonnali hatállyal felfüggesztett. Ezt követték olyan események, mint hogy nem vitték be a szülők a gyerekeket, a pedagógusok tüntetésképp nem mentek be oktatni, majd többen fel is mondtak. A pedagógusok megkeresték a Magyar Waldorf Szövetséget több szerintük jogszerűtlen intézkedés miatt.
Elvették a Waldorf nevet a Mihály kertje kecskeméti Waldorf óvoda és általános iskolától. Jelenleg a Gyermekliget alternatív óvoda és általános iskola nevet használja az intézmény. A Magyar Waldorf Szövetség névhasználat ügyben indított rendkívüli felülvizsgálati eljárást, melynek döntése értelmében az intézmény 2019. szeptember 1-től nem használhatja a Waldorf megnevezést. A gyermekek megkezdett tanulmányainak befejezése érdekében a szövetség a Waldorf kerettanterv használatát kifutó rendszerben az iskola meglévő osztályaira engedélyezte, de új osztályokat az iskola a Waldorf kerettanterv alapján már nem indíthat. A Waldorf óvodapedagógiai program használatát a 2019-2020-as nevelési évre engedélyezte. Mint ismeretes, tavaly márciusban robbant ki a botrány a Szarkási iskolában, miszerint az iskola fenntartója, a Gyermekekért Kecskeméti Waldorf Egyesület több pedagógust és az igazgatót is elbocsájtotta. Az ajtókat lelakatolták, és biztonsági őröket állítottak a kapuba. A szülők kivették a gyerekeket az iskolából. Ennek hatására a pedagógusok nagy része felmondott, majd alapítottak egy új iskolát a szülőkkel együtt, amely pedig idén áprilisban megkapta a Waldorf nevet, így most már Aranyliget Waldorf óvoda általános iskolának hívják, ahol jelenleg 67 diák tanul. Még tavaly a pedagógusok keresték meg a Magyar Waldorf Szövetséget több, szerintük jogszerűtlen intézkedés miatt. A szövetség tagjai most egy soron kívüli, rendkívüli névhasználati felülvizsgálat során úgy ítélték meg, hogy a Szarkási iskola nem alkalmas arra, hogy használja a Waldorf nevet. Leander sétányt alakítottak ki a Rákóczi út elejétől egészen a Nagykörösi utca elejéig. Ezzel kapcsolatban tartott ma a Kecskeméti Városszépítő Egyesület sajtótájékoztatót, amelyen az is kiderült, hogy idén is lesz a virágos balkonok virágoztási akciójuk. A mai naptól kezdve leanderek díszítik a sétányt a Rákóczi út elejétől egészen a Nagykörösi utca elejéig. A virágokat ültető Kecskeméti Városszépítő Egyesület nevében Király József elnök elmondta, Gyenes László kertész kereste meg az Egyesületet, hogy felajánl 6 leandert. Az Egyesület a főkertésszel és a főépítésszel is egyeztetett a leanderek ideális helyéről. Gyenes László elmondta, a kihelyezett növények 25-30 évesek. Örül, hogy a járókelők is láthatják majd őket. De aggódik is kicsit, mert sok viráglopásról lehetett hallani a közelmúltban. A híres kertész vállalja a növények állapotának felügyeletét, permetezi, ha szükséges, illetve ősszel visszavágja, a téli időszakra pedig elhelyezi őket egy biztonságos helyre. A mai sajtótájékoztatón Király József azt is elmondta, idén is megtartják az Egyesület virágos balkonok elnevezésű akciót. Ismét 4 helyszín, a Kossuth téri Lordok Társasház, a Petőfi Sándor utcai Szalagházak lakásszövetkezet, a Szabadság tér összám alatti Társasház, és a Horváth Döme körúti lakásszövetkezet balkonjai borulhatnak virágba nyárra. Az előző évekhez képest azonban most sajnos kevesebb virágot tudnak majd adni. Péntektől az is átveheti jogosítványát, akinek nincs egészségügyi vizsgája. Az erről szóló kormányrendelet tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A jogosítvány kiadásához eddig kötelező volt az első segélynyújtásból vizsgát tenni. Fontos változás lépett életbe a tanulóvezetők és autós iskolák életében. Péntektől a jogosítvány kiadásához szükséges egészségügyi vizsga nélkül is át lehet venni a vezetői engedélyeket. Akik sikeres gyakorlati vizsgát tettek valamilyen kategóriából, és szükségeltetik hozzá az első segélynyújtás vizsgának az igazolványa, azok az okmányirodába megléte nélkül, tehát az első nyújtás vizsga megléte nélkül átvehetik vagy kezdeményezhetik a vezető engedély legyártását. A könnyítés a veszélyhelyzet megszűnése utáni 15 napig érvényes. Füredi András elmondta, amennyiben valaki később egy másik kategóriában szeretne jogosítványt szerezni, akkor már szüksége lesz a vizsgára. A korlátozások lazításával pedig lassan újra elindulnak az elméleti és gyakorlati vizsgák.
A tanteremben, ami előírás van, most jelen például a Kecskeméten egy 20 fos tanterem áll rendelkezésre arra, hogy elméleti vizsgát tegyenek. Jelen pillanatban az előírások szerint 12 fő vizsgázhat, és ebben meghosszabbodik, tehát elnyúlik egy picikét ugye, a vizsgák száma miatt ugye, az idő, hogy következő vizsgát, vagy esetleg alapvizsgát tudjunk kérni. A távoktatásnak köszönhetően a KRESZ vizsgák könnyebben tudtak elindulni, mint a közútiak, mivel a tanulóvezetőknek a két hónapos leállás miatt plusz órákat kellett venniük. Füredi András arra is felhívta a figyelmet, hogy az elméleti vizsgákon és a gyakorlati órákon és vizsgákon továbbra is kötelező a maszk és a gumikesztyű használata. A számítógépek és a televízió képernyője előtt hirdetik ki szombaton a versmondók találkozójának eredményeit. A megmérettetésen több száz gyerek vett részt, az idén más formában, mint eddig. A gyerekek versvideók beküldésével nevezhettek az online találkozóra. A zsűrik döntését szombaton délelőtt 10 órakor nézhetik meg a Kecskeméti Televízió adásában, valamint a Hírös Agóra Facebook oldalán. A versek örömet adnak és tanítanak is. Ezért is érdemes sok-sok verset olvasni és mondani Danyi Judit színművész szerint, aki a zsűri elnökeként tevékenykedett a 7.-8. osztályosok, valamint a 9.-11. osztályosok kategóriájában. Ő és mellette a többi korcsoport zsűrije is kihirdeti a versmondók találkozójának idei eredményeit, amelyet ebben az évben a járványhelyzet miatt online formában rendeztek meg. A műsorban köszöntőt mond Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, de hallhatjuk Pintér Lajos költő gondolatait is, valamint levetítjük azoknak a versmondóknak a videóit, akiket idén a legjobbnak talált a zsűri. A műsort szombaton délelőtt 10 órától nyomon követhetik a Kecskeméti Televízióban, a híros.hu és a kecskemititv.hu oldalakon az élőadásra kattintva, valamint a Híros Agóra Facebook oldalán. Az elmaradt bérletes előadásokkal kapcsolatban adott ki tájékoztatást a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. Az elmaradt nagyszínházi 5+1 bérlet, a karácsonyi bérlet, szelvénybérlet, valamint egyetemi bérlet előadásai számának függvényében különböző kompenzációkat kínál a teátrum. Minden bérlőnek pótolják majd a Száll a kakukk fészkére című előadást. Ezen felül pedig választhatnak, hogy a Társasjáték New Yorkban vagy a Gardénia című produkciót is megtekintik kompenzációként. Az előadások időpontjait azonban később fogják közzétenni. A bérlethányadót és az elmaradt bérletes előadások jegyárait nem áll módjukban visszafizetni, de ezekkel a kompenzációkkal szeretnék kárpótolni a közönséget. A tájékoztatóból az is kiderült, hogy az előbérletes időszak június 15-től augusztus 15-ig tart. Azok a nézők, akik írásban jelzik a bérletkukac@kecskemeti-nemzeti.hu e-mail címen, hogy szeretnék megváltani bérletüket, a 2020-2021-es évadra 10% kedvezményt kapnak az árból. Augusztus 16-ától kezdődik meg a bérletezés a szabad helyekre, az árak nem változnak. A nem bérletes jegyek visszaváltására a jegypénztárakban van lehetőség személyesen június 16-tól június 26-ig. Június 27-től augusztus 15-ig zárva tartanak, ebben az időszakban csak e-mailen érhetőek el. Részletes információkat a www.kecskeméti-nemzeti.hu oldalon találhatnak. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Lezárult a Slow Food Central Europe projekt, amelyben Kecskemét négy másik közép-európai várossal együtt vett részt. Az önkormányzatok célja az elmúlt 2,5 évben az volt, hogy alternatívát kínáljanak arra a rohanó, egészségtelen életmódra, amely a gyors éttermi fogyasztás köré kiépült. Hétfőtől lehet jelentkezni a Híres Agóra nyári táboraira. Május 25-én indul a beiratkozás, de információt már az Agóra honlapján és közösségi oldalán is lehet találni. Újraindul hétfőtől valamennyi fekvőbetegellátás a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban. Szintén május 25-től fokozatosan megkezdődnek a fekvőbeteg szakellátásban az elektív, tervezett beavatkozások. Kagylóból készült kanalak, kemencék és többféle fémtárgy is előkerült Solton, ahol a Katona József Múzeum régészei már május eleje óta kutatnak egy több ezer négyzetméteres lelőhelyet.
Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím hírös.hu. A hírös híreket 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor a szokott időben várjuk majd Önöket, ha tehetik, nézzék akkor is a kecskeméti televíziót. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak, nagyon szép hétvégét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra! Szombaton megnövekszik a felhőzet, napközben északnyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. Gyenge mérsékelt lesz a déli szél, a napközbeni órákban 17-24 fokra van kilátás. Vasárnap éjjel sokfelé lehet eső, zápor, néhol zivatar is, majd délelőtt kelet felé távozik a front, mögötte szeles, gomoly felhős idő várható. A csúcshőmérséklet 18 és 22 fok között alakul. Hétfőn is szeles idő ígérkezik, sok gomoly felhő lesz felettünk, melyekből elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Délután 16-21 fokot mérhetünk majd.